két nagy kolyával. Ez meg. Tisztelte kérem, oldjuk meg azt, hogy hatalmi, jó? Na jó, akkor tegyük. Akkor a Györgyik, egy erre légy szíves ide, majd utána. Pénzállító. Ide kell, álljon már oda. Ide álljátok, menj nyugodtan. Marika. Én még ilyet nem is hallottam. Nem kell a pénz. Nem. Hello! Na, akkor így nagyjából látjuk, itt áll mögöttünk ezt az önikreditban, és úgy döntöttünk, hogy szereztünk egy kis pénzt, senki ne kérdezze honnan van, és először is Györgyike tartozását szerettük volna kifizetni, mint az otthonvédelem egyik nagy alakjáért először. Bejöttünk ide, itt volt a táskában a pénz, ugye tudjuk, hogy nem kis összegről van szó, mondhatok nagyságrendet legalább? Tehát, hogy ilyen közel 300 millió forintra rúg most a legutóbbi adatok szerint az ő tartozása, és azt mondták, hogy mivel ő nem adós, csak adóstárs, ezért ő nem tud rendelkezni a számláról, tehát nem tudja befizetni, csak akkor, hogyha hozza magával a számlaszámot. Volt áll a személyigazolvány száma, a személyigazolványa, látja a bank, hogy ő adóstárs ebben az ügyletben, de nem fizetheti ki az összeget, mert hogy nem mondhatják meg, mennyi a tartozás, csak az adósnak. És a számlaszámot sem adhatják ki, és mi mondtuk, hogy semmi probléma, egy nagyjábori összeget befizetünk, de amíg a számlaszámot nem tudjuk, még ha a hitelszámot tudtuk is, akkor nem fizethette ki, úgyhogy dolga vészegezetlenül jöttünk el. Lehet, hogy ez az azért egy jó adó lesz majd a kezünkben, hogy az adóstárs az nem rendelkezhet a hitellel kapcsolatban, nem szabadulhat meg úgy, hogy ki tudja fizetni, de cserébe végrehajthatják. Csak, de nem is fizethet. Tehát nem is tud fizetni. Úgyhogy nem értjük, hogy akkor milyen alapon indítanak végrehajtást, és milyen alapon vennék el az ő vagyonát és az ő házát, hiszen nem tudta kifizetni. Úgyhogy szerintem Györgyikét mentesítettük egy életre ennek a tartozásnak a kifizetésétől. Hát ezt nem hiszem, hogy lesz a szövegek. Úgyhogy igen, ott pedig vannak ezek a mindenféle jó szlogennek, amivel továbbra is próbálják az embereket behúzni ebbe a csőbe. Lakásvásárláskor fontos a tisztállás. Mennünk kell a következő helyre, ahol majd meglátjuk, hogy mi lesz. Mindenkit arra biztatunk, hogy szerezzen pénzt mindegy milyen helyről. Nem is érdekelte őket, mondtuk, hogy ne kérdezzék, honnan van a pénz, azonleg nem érdekli őket, csak fizessük be. Majd kiderült, hogy nem fizethetjük be. Mennyit? Legalább fél órát benn voltunk, vagy még többet is a sötét szobában. Minden nagy érzés kapta. És Györgyike ideges volt. De a bankbiztonság is ideges volt, és a fiókvezető is még egy ember ott volt velünk. Nem értjük, hogy mi van, mi is értetlenül állunk a dolog előtt. Szerintem nem is kell nekik ez a nem kell, nem szerintem. Akarják. Nem akarják ők. Nem akarják. Nem a profikra bírgom a pénzem. Nem ezekre mi? Hát akkor mi is bízunk ezt a